Ahogy megszokhatták, két hetente friss ügyeleti hírekkel jövünk most, és Karácsony Béla rendőrségi szóvivő százados ismerteti a legfrissebb híreket. Személyisérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök 2020. március 1-én 19 óra körül időben. Hajdúszoboszlón a Szélfákalja utcán közlekedett egy férfi személygépkocsijával a József Attila utca irányából. Az Arany János utcai keresztülésbe érkezve a gyalogos átkelőhelyen elütött két gyalogost. A két 60 év körüli hölgy baleset során 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Egy 24 éves férfi parkolóból akar kiállni gépkocsijával Hajdúszoboszlón az Erzsébet utcán. Ezen manőver során nem vette figyelembe a megváltozott út- és látási viszonyokat, és összeütközött az ott közlekedő taxi gépkocsival. Ütközés következtében a taxi neki ütközött egy ott lévő ingatlan kerítésének. Baleset során csak anyagi kár keletkezett, személyisérés nem történt.